Ugye körbejárta a világot a fotód a 200 pillangó után, hogy a világ legszomorúbb olimpiai bajnoka valaha. Tehát ott volt valaki, igen, jogos, kétségbe se tartsam, és akkor írták a kép alá, hogy ez a fiú, ez egyébként most nyert olimpiai rekordot. Valaki szóljon már neki. Valaki szóljon már neki. Te olyan nagyon közvetlen, barátságos srác vagy, beszélgetsz, bőbeszédű vagy, stb. És mégsem szeretsz nyilatkozni. De ez miért nem? Ugye most, amin én átesek, az egy folyamat. Engem úgy gondolom, hogy ezek a történések formálnak. Van nagyon sok szituáció, amire még én sem tudom megfelelő választ, hogy akkor éppen mi lenne a legjobb. Próbálok ennek megfelelni, ennek a hatalmas társadalmi nyomásnak. Szurkolók kíváncsiak az emberre. Persze, persze. Mindig probléma, hogy a médiát látják, az újságírót látják az emberben, pedig a szurkolót kell látni. Igen, ezért nehéz, mert hogyha nem jó az adott interjús, akkor nem fog belőle egy jó cikk születni. Uh-huh. Ha rosszat kérdez, például sajtótájékoztatós kérdések, azok most sem voltak a toppon, de... Szóval nem szereted ezt a helyzetet? Nem szeretem ezt a helyzetet, de mégis, hogyha úgy magánemberként, akkor viszont velem nagyon könnyen meg lehet találni azt a hangot. Én nagyon nyitott vagyok, én nem vagyok ez az előítéletes... Mi fura? Épp elég előítéletesek velem az emberek. Szóval engem ez most így komolyan venni. Te egyébként gátlásos vagy? Abból is gondolom, hogy... Pont, hogy nem. Nem? Pont, hogy nem. Azért, de jó, oké, de azért kérdeztem, mert ugye te beszélsz angolul, megérted a kérdéseket angolul, igen, az úszótársaiddal angolul beszélgetsz, de nem vagy hajlandó, igen, angolul válaszolni a sajtótájékoztatón. Nekem, igen, kell fordítani. Igen. De miért? Nem tudom, mert van bennem egy ilyen kis félsz. Hogy hát, ha rosszul mondom? Hogy hát, ha rosszul mondom, hát, ha valami úgy mégsem, és akkor így belekötnek, meg tényleg amúgy mindenkivel angolul beszélek, mert ugye azt tanultam. Még van a második nyelv, azt hagyjuk is inkább. Hát hogy más, hogy mindenki kommunikál, akkor én is úgy voltam vele, hogy akkor így ez a... Szerintem attól félek, hogy nagyon-nagyon konyha nyelven beszélek. Hát, vagy nem mindig találom azt a... Kifejezést, ugye magyarul sem, néha magyarul sem tudok beszélni. De az igazán, mert például a svájci srác, aki most bronzérmes lett 100 pillangó mögötted, ő egyáltalán nem beszélt angolul, tehát törtez úszta, de azért úgy elmondta, amit úgy nagyjából el akar. Hát ő... neki ilyen az angolja. Igen. Szóval csak, hogy mindegy, hogy vállalhatnád akár, de egyébként ez maximalizmus akkor, hogyha nem gátlásosság? Tehát, hogyha nem tudok valamit úgy csinálni, ahogy... Én kezdem azt érezni, hogy van egy ilyen stikkem. Ez a maximalizmus? Igen. De ez a úszásban ez hasznos. Hasznos, mert ugye körbejárta a világot a fotód a 200 pillangó után, hogy a világ legszomorúbb olimpiai bajnoka valaha. Tehát ott volt valaki, igen, jogos, kétségbe se tartsam, és akkor írták a kép alá, hogy ez a fiú, ez egyébként most nyert olimpiai rekordot. Valaki szóljon már neki. Ilyenkor szoktak örülni a srácok. Igen, hát érdekes voltam a kettő pille előtt miatt történtek. Amit ugye elszakadt a nadrágod? Igen. Amiatt? Igen. És ez egyébként, oké, akkor ezt... Azonban annyira kivett, ez úgy lehet elképzelni, mint amikor, nem tudom, mész itt az úton, nem tudom, 70-nel, és telébe ver egy vonat oldalról. És ez annyira hát letérsz a pályáról fejben. Mert körülbelül mikor kerülsz bele abba, vagy hogy kerülsz bele ebbe a flow-ba? Már amikor bejövök az uszodába. A döntő előtt készülök, hogy átjövök a faluból a uszodába, már akkor, már az előtt. Hát egy szám előtte egy-két-három órával. Már. Akkor elkezdesz befelé figyelni, befelé, igen, fordulni? Hát akkor ugye megvan a kis rutinom, uh-huh, összepakolok, átnézem, hogy minden megvan, úszónadrág, úszószemüveg, úszósapka, a melegítő, hogy minden meg legyen pót, ugye bentre is kell figyelni, kintre is kell figyelni, hát kint van 40 fok, bent meg -20.
És hogyha ebben a 2-3 órás folyamatban történik egy ilyesmi, hogy át kell cserélni egy nadrágot, ez ennyire... Hát igazából ez annyira nem nagy történet, de mondjuk, hogyha a versenyszámon 10 perccel történik, az azért az necces. De te azért dühöngtél, mert 1.50-en belül akartál úszni, és ehhez képest 1.51 valamennyi lett az idő. Ettől már mentél a falra, hogy... Az olimpiai csúcsot megúsztam. Hát igen, tehát olimpiai rekord volt. Olimpiai rekord volt. Igen, de ott akkor, és a sajtótájékoztatón is azt mondtad, hogy hát ez most így sikerült. Igen. Bocs. Aranyra sikerült meg olimpiai rekordra, de tehát biztos, hogy volt benned valamilyen csalódottság. Hát igen, mert bennem volt az idő. Hát azt sajnálom, hogy nem tudtam magamat kiúszni, ezért voltam ideges és szomorú. Hát igazából csak dühöngtem magamban. Ez most így jött ki. Ha más valakivel történik, az első erről lecsúszik a 8-ra. Viszont valószínűleg. Viszont a 100 ezüst után meg mosolyogtál a vízben. Igen. Hát az meggyőzelem volt, hogy hát voltál a két nyomában? Mert az egy jó verseny volt, egy nagyon erős, szívós úszóval. Annak én csak örülni tudtam, hogy úsztunk egy jót, ő előre vitt engem egy 49-68-ra, meg előre vittem őt, ő csak egy világcsúcsa tudott engem megverni, szóval kénytelen volt megúszni, de viszont meg így is nagyon lassú az első 50-en. Hát mondom, visszafele 26-0-át jöttem, mert nekem van a világ legjobb második 50-em. És hát meg kell tanulnom jobban beleállni az első 50-ben, mert régebbről szerintem bennem van a félsz, hogy a VB-n is azért rontottam, mert nagyon erősen elkezdtem és elfáradtam, de viszont azóta meg más az edzés munka, sokkal erősebb vagyok, sokkal idősebb vagyok, 2 évvel. És ez hozzáadott ahhoz, hogy jobban tudjak teljesíteni, és még az a baj, hogy a fizikai tűrőképességem és a mentál, nem így mondom, hanem hogy nem vagyok tisztában azzal, hogy mennyit bír a testem jelenleg. Sokkal lejjebb van a szint, mint amennyit bírok most, és ezzel nem vagyok tisztában. Ezért nincs meg az erős kezdés, ezért nem tudom elkezdeni 23-2-re akár. Igen, de 21 évesen most neked még abban a folyamatban vagy, amiben már a kélibresszel nincs, hogy most még rád lehet tenni x kilók izmot. Ő már nem fog erősödni, és 21 évesen még abban az életciklusban van az ember, amikor megint megy rá az izom, és kell rátenni izmot. Most hány kiló vagy? Nem akarok hazudni, de én a kettő pille előtt voltam 87 kiló. És mennyinek kéne lenni? 83. Én több voltál 4-jel? Na de ha... Lehet, hogy mondjuk az izom, mert napközben mértem. Uh-huh. Csak megláttam a mérleget, gyorsan ráálltam. Hát ez bennem volt már egy kis ebédke. Uh-huh. Nem tudom, mennyire számottevő, mennyire hiteles, de hát a versenysúlyomtól az egy kicsit elmaradtam most. De viszont szerintem meg jól nézek ki most. És mennyinek, tehát szerinted mennyi izmot kéne még rátpakolni? Mondjuk ahhoz, hogy megverd a tetszet. Nálam nem az a kérdés, hogy mennyit kell, hanem mennyit lehet rám pakolni. És azt tudod? Nem. Ezt ki kell sakkoznunk, hogy melyik az izom mennyiség, izomtömeg, ami a 200-hoz is jó, akár egy 400 gyorshoz is jó, vagy egy 100 pillanathoz is jó. Ezt ki kell okoskodni. Túl sok valószínűleg nem lesz. Hát egy pár kiló biztos. Igen, hát azért el kell látni oxigénnel. Másban is maximalista vagy? Vagy csak az úszásban? Tehát az élet civil dolgaiban is maximalista vagy? Nem, ott örülök, hogy végre nem kell foglalkoznom semmivel, és az általában a személyiségemen, a napi rutinomon, az időbeosztásomon is meglátszik, ha érted, hogy értem. Hát, hogy kicsit késős vagy. Kényelmesbe vágom magam. Aha. És az mit jelent, hogy filmet nézel, vagy zenét hallgatsz, vagy dumálsz, vagy játszol valamit, vagy mit csinálsz, amikor kényelmesbe vagy? Hát igazából nem úgy gondolom a kényelmest, hogy valami elfoglaltság, hanem úgy az idővel bánok nagyon kényelmesen. Oké. Tehát minek rohanjon az ember? Hát rohan eleget a medencében, nem századok, meg tizedek, de mit csinálsz? Rohanok napközben, akkor nem lesz erőm úszni. Ott nem tud gyors lenni. Igen, de amikor otthon vagy most ugye olimpia után pihi, stb. Igen, mi az, amivel ki tudsz kapcsolni, vagy van-e hobbit?
Szóval a szabadságodon mire vágysz, hogy legyen egy tengerpart és homok? Jaj, fúristen, tengerpart, persze. Hát jó, én nem tudom. De... Jó, voltam eleget edzőtáborban is, meg most voltam vízom, és köszönöm, azt úgy nem. Ha nem, akkor fölmész a svájci hegyekbe, vagy... Hát, azon gondolkoztam. De mindegy. Hát mi alakul? Ugye, ami nekem a nagy szenvedélyem, az a vezetés, és valószínűleg vezetgetni fogok. Milyen autókat. Hát nem arra gondolom, hogy elmegyek. Milyen sport el szoktam járkálni. Aha. Ugye vannak ezek a nyílt napok, vannak ezek a márkanapok, szóval nekem ez okoz örömöt. Uh-huh. És jó vagy? Jó autóversenyző vagy? Nem vagyok egy Schumacher, meg én igazából azt az életérzést szeretem, hogy felfedezhetem magát az autót, és maga a vezetés élménye. Az, hogy még így versenypályán, az még úgy korai. Te ugye 21 éves vagy, ez klasszikusan az akkor, amikor az ember nem, hanem hogy próbál, hogy mondjam, egy kicsit már elszakadni a szüleitől, próbálja egyedül intézni a dolgait, de ugyanakkor azért, hogyha az életben vannak nehéz dolgok, akkor azért mindig a szülőkhöz lehet fordulni, és azt tudom, hogy neked az édesapád és az édesanyád nagyon sok mindent megtett azért, hogy te legyél. Most hol tartasz ebben a szabadságban, a felnőtté válásban? Jó, hát ugye én... Novemberben lesz 3 éve, hogy fölköltöztem Pestre. Ugye a csapatváltás miatt, meg szerettem volna végre 50-es medencébe készülni, amit már nagyon nem szerettem a 25-ös, mert nagyon nem láttam értelmét, meg mindegy. Túl hamar ott volt a fal. Tettem pillangon 4 tempó, kiráfineztem rendesen, tettem 4 tempót, fal, megint fordulhattam. Hát, hozzáteszem, jó a 25-ös készülés, nagyon jó néha elővenni a 25 métert, mert ugye Dunaréban van is lehetőség állítgatni a falakat, de egész évben én nekem ez nem, nálam ez nem játszik, én jobban szeretem az 50 méterest. Szóval önállóság, igen, visszatérve a kérdésre, ugye 3 éve vagyok fönt, abból az első egy év volt ez a közös kooperáció anya, apa, én, hogy akkor ha kell valami legyen, ha nincs valami, akkor lesz, és akkor már az elmúlt 2 évben van ez a full önállóság. Ha lehet így fogalmazni, és próbálom úgymond minél jobban levenni róluk ezt a terhet, hogy ne kelljen velem foglalkozni, de igazából mindig odajukadunk ki, mindig arra hivatkoznak, hogy olyan keveset látunk, hagyj legyünk ott, és akkor igazából egy csomószor vannak ott is, meg én is vagyok otthon. Jó, hát ez nagyon nehéz így szülőnek, nekem is. Persze, nekem egy picivel idősebb gyerekem vannak, mint te, és az ember úgy engedi, hogy oké, menjél, repülj, de persze az embernek meg van egy csomó tapasztalata, és félti a gyerekét, hogy mit csinál. Szóval főleg egy anyának nagyon nehéz azért. Gondolom, tudod, hogy az anyukát biztos, hogy meggebed akkor, amikor visszafogja magát, hogy most nem szólunk a Kristófhoz, mert úgy féltem, meg vigyáznék, meg menném, meg főznék neki, vasalnék neki, mosnék neki, mit tudom én, de nem lehet, mert muszáj, hogy önálló ember legyen, nem? Anyák, nem tudunk velük mit kezdeni. De ez így jó azért, hogy tudod, hogy ott van valaki. Jó, melyiküktől mit örököltél? Milyen tulajdonságot? Húha! Hát így... Melyik ilyen versengő alkat például, mint te? Versengő alkat... Sportoltak egyáltalán? Apa sportolt, de anya ez a nagyon maximalista jelleg. Nem tudom, az a baj, hogy annyira vegyesen kaptam a belső értékeket, hogy nem tudom már szinte megkülönböztetni, hogy melyik kitől. Szóval, de azt tudom, hogy kívülről tiszta apa vagyok, és a szemeim édesanyámé. Azt mindenki mondta mindig, hogy az úgy van. Anyukád nem sportolt egyébként? Anyukám nem sportolt. És édesapád mit sportolt? Édesapám karatézott. És te meg hogy nem lettél karatés? Mert én úsztam. És hány évesen kezdtél úszni? 6 évesen kezdtem el úszni. És levittek az úszodába, hogy meg kell tanulni úszni, aztán ott maradtál? Ez a klasszikus sztori? Vagy? Klasszikus, semmi extra. És egyszer csak látták, hogy ez a gyerek ez jobban lebeg a víz tetején, mint a többiek. Hát ugye én még pici voltam, ugye látták rajtam, hogy jó a vízszekvés, meg minden, ugye a régi módszer jó a vízszekvés, akkor úszó lesz belőle. Mert akkor ez a 200-400 az a középtáv. Szóval nem volt nehéz kitalálni, hogy úszó leszek-e vagy sem.
aztán igazából benne maradtam, és mondjam, 15 éves korom óta gondolom én is komolyan. Uh-huh. Szóval azóta látom az eredményeimet is, hogy jók, meg úgy belekóstoltam ebbe az eredményes sportoló témában, nem is a hírnévre gondolok, hanem hogy jó érzés uh-huh. versenyezni, jó érzés jó időket húzni. Uh-huh. Te szeretsz edzeni? Nem. De van két típus, van, aki szeret edzeni, és versenyez is, van, aki azért edz, hogy nem muszáj. A kondit nagyon imádom, de az úszást azt elcserélném mondjuk ilyen, hát két óra úszást elcserélek 4 óra kondira. Uh-huh. Inkább. És a monotóniát hogy hát igen, ez a monotónia miatt van. Igen, és mire gondolsz közben? Egyáltalán lehet gondolkodni, vagy muszáj figyelni a mozgásra? Én ebben nagymester vagyok. Én úgy ki szoktam kapcsolni. Szóval én vagyok az az ember, aki mindig mondják nekik, hogy nem tudom leszámolni a 800 métert, meg a 400 métert. Nagyon egyszerű erre a válasz. Annyira nem félek, nem is számolom. És úgy úszok. Szóval, igen, ez vagyok én. És ezzel szoktam mindig okosba előre küldeni egy kis csapatást, hogy jó, akkor menjetek előre, én várok, és 100 métert, és akkor utána elindulok. Ja. Akkor ne kell nekem ezzel foglalkoznom. És még sosem próbáltak meg átverni, hogy mondjuk... De csomószor, nagyon sokat beszívattak emiatt. És akkor mondom, jó, oké, Hogy többet úsztak? Hát, hogy mit tudom én, mondjuk meg volt az, hogy hányhoz kell úszni, de azért még ráfordultak még egyre, hogy mész-e utánok, vagy számoltál-e. De persze, nem, azt úgy csinálják, ez úgy van megoldva, hogy bevárnak, és akkor megyünk egymás mellett, és akkor ugye én nem számolom. És akkor ők meg direkt csak ráfordulnak, még az utolsó, amikor beértünk, akkor ráfordulnak, és akkor én meg elrugaszkodok, akkor nem tudom, hogy hol tartunk. És akkor így, hát igen. Jó. Hát nem mondom, hogy nem érdemlem meg. Aha. És te is szoktál ilyeneket csinálni? Valami ilyen csibészséget? Természetesen. Hát szívjuk egymás vérét ott hárman. Aha. Kivel? Hát mondjuk az elmúlt időben inkább a Ricsivel szívtuk nagyon egymás vérét. Nem, Márta Ricsi. A Bence meg már szinte már csak ilyen döntőbírót játszott, hogy melyiknek van igaza. De a Bence is elég sokszor aha. beleszállt ezekbe a magasrétű beszélgetésekben. De magántanuló voltál? A gimiben, igen. De bejártam, aztán 12-ben nem annyira jártam be, aztán bekerültem egyetemre, de nem voltam ott nagyon sokat, de sem ennyit. Azzal is szeretnék foglalkozni, most, hogy nekem... Milyen egyetemre jártam? Járok. Azt nem adtad fel, csak ilyen... Nem adtad. Passziváltattad? Passzív, igen. Aha, és mit? Gazdálkodási és menedzsment szakon vagyok uh-huh. jelenleg. Hát úgy gondolom, hogy most tényleg ez a ciklus véget ért, most örülünk minden, tényleg elégedettek vagyunk, büszkék vagyunk mindenkire, magamra is tényleg, mindenki nagyon sokat segített, de most akkor van egy váltás, amit meg kell lépni, most kicsit másra is szeretnék koncentrálni, mert úgy gondolom, hogy megteltem. De mire szeretnéd? A tanulásra? Tanulásra is szeretnék, magánéletre is szeretnék jobban odafigyelni, szeretnék előkészülni majd arra az időszakra, amikor majd nem úszok, azt nem, gondolom, nem kell körülírnom. Uh-huh. Úgy gondolom, hogy ezzel nem napi szinten, de azért foglalkozni kell, és úgy gondolom, hogy sokat segítek magamnak azzal, hogyha a mostani szabad időmet felhasználom az arra, hogy alapozom az elkövetkezendő 30-40 év volt. És az a gazdálkodás menedzsment, ez te vagy? Tehát ebben... Igazából nem. Része... Vannak bizonyos részek, amit szeretek benne. Pont azért választottam ezt a szakot, mert sok mindent átölel, és hogyha valamiben otthon érzem magam, valami jól megy, akkor tudni fogom. És akkor majd célirányosan akár egy MSC-t is letehetnek uh-huh, emellé. Uh-huh. Én úgy gondolom, hogy ez teljesen jó. Ez azt is jelenti, hogy az úszás után nem tervezed, hogy benne maradsz a sportban? Ezt még nem tudom eldönteni. Hát lenne miért benne maradni a sportban, nem lenne indokolatlan, már most. Uh-huh. Nem tudom, milyen lelki állapotban leszek, milyen fizikai állapotban leszek, hogy én még szeretnék ezzel a közeggel foglalkozni, vagy nem. Szerintem majd szeretnék, de nem tudom. Még ez annyira korai kérdés, hogy
fölösleges. Most mégis 21 vagy. Igen. Számolgatod? Még élnem kellene. Hát igen. Számolod, hogy a... Meg a buliznom kéne most otthon. Hát most miért mentek haza, aztán reptéren egy kis sajtótájékoztató, sok pesgő, ünneplés, család. Sajtótájékoztató. Hát muszáj, a szurkolók, tudod, a szurkolók. Ugye, nincs most olyan nagyon sok olimpiai bajnokunk, tehát aki hazaér, és olimpiai bajnok. Hát nemrég jöttek meg a többiek. Kajakosok jöttek meg, a vízilabdások nem is végeztek még. Persze, de akkor se lesz nagyon sok, most ezt nem is arra mondom, hanem arra, hogy körülbelül kevesebb, mint 3000 ember, magyar ember vett részt nyári olimpián eddig. Uh-huh. Azért abban, és ugye abban hát kevés, még kevesebb az, aki érmet tud nyerni. Magyarán szólva, ez nem a sajtótájékoztató, az valójában arról szól, hogy ti, akik példaképek vagytok, főleg a saját korosztályatoknak, azt igenis meg kell mutatni, hogy aki ennyit dolgozik, így éli az életét, az elérhet ilyen eredményeket. Persze, és lehet, hogy ez persze. Még nektek nem jut eszetek, de ez felelősség, kell, és vissza kell adni. Aknázni, ki kell használni, hogy ezt vissza kell adni. Én is úgy így gondolom, hogy legyünk jó példák az embereknek, életkortól függetlenül, legyen ez valakinek a nevelése, legyen ez valakinek a életfilozófiának a megváltozatása, hogy igenis ezeket a dolgokat el lehet érni kemény munkával, és én képes voltam rá, én jöttem ahonnan, akkor bárki képes rá. Csak tényleg el kell magad kötelezni, le kell mondani dolgokról, és igazából, hogyha már x éve ezt csinálod, akkor már nem is hiányzik. Szóval ez nem olyan nehéz. Te hogy tudod kezelni azt, hogy híres vagy, megállítanak, sok pénzt keresel, a lányok biztos érdeklődnek, stb. Tehát ez neked ez... Szóval ezt hogy tudsz földolgozni? Mert ez is együtt jár egyébként, az embernek ne torzuljon el a személyisége attól, amit elért, meg attól, hogy megszólítják az utcán. Igen. Ugye most akkor szedjük ezt részekre. Akkor volt egy olyan rész, hogy ugye mikor ugye megállítanak az utcán, kérnek egy fotót, azok általában az emberek tök aranyosak, azok nagyon, azokat imádom. Szóval általában annyira sietek mindenhova, meg többnyire autóban vagyok. Feltéve nem sétálok, akkor tényleg csak egy odaköszönés, meg egy gratuláció, és hogyha esetleg pont ráérek, akkor már egy kép is belefér, meg néhány jó szó. És tudod, vagy próbálod magadat kontrollálni abban, hogy Nyugi Kristóf nem szabad elszállni, nem szabad nagyképűnek lenni, ugyanaz a srác vagy, aki eddig voltál? Segít ebben valaki egyáltalán? Hát nem is egy ember. Itt nem is konkrétan itt az elszállásról van a hang, hanem volt egy elég nehéz időszakom az elmúlt egy-két évben, amikor ugye mindent félretettem, mindenről lemondtam, tényleg minden ilyen felesleges megjelenés, meg viselkedés, azonban, hogy viselkedés is ráment, hogy akkor én most nem foglalkozok, én most tényleg csak úszok, és akkor essünk túl rajta kategória. Vagy hogy érjük el ezt az olimpiát, és már tényleg, mert nem esett jól, mikor meghallottam, hogy nem lesz olimpia. Nagyon túl lettem volna rajta, és ugye ez rányomta a bélyegét a magára, hangulatomra és meg a viselkedésemre is. Szóval volt az elmúlt időszakban egy elég húzós pillanataim, elég húzós megjelenéseim. Én úgy gondolom, hogy ez biztosan átmeneti volt, és igyekszek erre jobban odafigyelni, de most tényleg valamit valamiért. És most úgy gondolom, hogy most már tényleg csak magamért úszok. Most azért úsztam eddig, hogy mert olimpiai bajnoknak kell lenni, meg meg kell verni ezt az embert, azt az embert, de most meg már olimpiai bajnokként már mindenki elismeri azt, remélem, hogy akkor engem úgy hagynak, és magamért csinálhatom, olyan ütemben, amivel szeretném, olyan emberekkel, akivel szeretném, olyan felkészülés módszerrel, amivel szeretném. De minden most elkanyarodtam. De mindegy, szóval magyarán szóval, hogy azt érzed, hogy ugyanaz a srác tudsz maradni, hogy nem változik meg a személyiséged. Igyekszem, amúgy mondom, magánéletben teljesen más vagyok. Szóval, amit így a kamera átad, az nagyon kevés. Az a baj, hogy mondom, hogy nézek ki a fejemből, hogy milyen kérdések hangzanak el,
És én most így erre hogy lehet jól válaszolni? Tehát nagyon meg kellett múltkor is előzetnem magam, hogy srácok, nem áll. Na jó, szóval a sport meg a sportsikerek az egy dolog, az benne van a történelemkönyvekben, amit meg szintén magaddal viszel az, hogy a te személyiséged az hogy fejlődik, hogy alakul. Igen. Ki volt, ki most és ki lesz. Igen. Milák Kristóf. Hát majd beszélgessünk erről mondjuk a következő olimpián is. Jó, legyen úgy. Köszönöm. Köszönöm szépen.